Kiderült számunkra az elmúlt hetekben, hogy bár végtelenül egyszerű, mégsem mindenki érti a magyar önkormányzati választási rendszert. Budapesten minden kerületben van 10-15 választókörzet, akik nyernek ezekben a választókörzetekben, ők simán bekerülnek az önkormányzatokba. A többiek pedig a töredékszavazatokkal kerülhetnek be a kompenzációs listáról. Először is vesszük a 3-as alapú logaritmusát N-nek, ahol N a legmagasabb szavazó hajszálainak számát jelenti. Majd ennek abszolút értékét utána megszorozzuk még pivel, illetve pi n-nel, ami nem a hagyományos pi, hanem a német pit jelenti, aminek biztos, hogy nem tudjátok az értékét. Ám létezik egy talán még egyszerűbb módja a kompenzációs helyek kiszámolásának. Tegyük fel, hogy Budapest egyik kerületében a HAL párt mondjuk 50%-os eredményt ér el, a LO párt mondjuk 44-et, a kutya párt pedig 6%-ot, ez egy reális eredmény. Amennyiben az egyéni körzetek felében a HAL, felében pedig a LO párt nyer, nekik ugye kb. Fele ennyi töredékszavazatuk lesz, hiszen ahol nyernek, onnan nem kapnak töredékszavazatokat, akkor így mutatnak a töredékszavazati arányok, hogy HAL pártnál 25, a LO pártnál 22, a kutya pártnál pedig marad a 6, mert ugye mi egyéniben azért valószínűleg nem fogunk nyerni. Ezután a következő oszlopba felírják a 3-mal elosztott számokat, tehát 8,3 a HAL pártnál, 7,3 a LO pártnál és 2 a kutya pártnál. A következő oszlopban már 5-tel osztják az eredeti számot, tehát egy 5-ös jön a HAL párthoz, 4,4 a LO párthoz és 1,2 a kutya párthoz. Ezek után elkezdik kiosztani a mandátumokat, mindig a legnagyobb számnak, majd utána azt kihúzzák. Először ugye tehát kap a HAL párt egy mandátumot, és áthúzzuk a 25-öt. A következő mandátum nagy-nagy fölénnyel a LO párthoz kerül, és kihúzzuk a 22-t. Majd látjátok ismét a HAL párt jut egy mandátumhoz, utána pedig ismét a LO párt, utána pedig a 6%-os eredménnyel a kutyapárt is bekerül az önkormányzatba az 5. helyről. Az összes kerületben, ahol mi indulunk, legalább 5 kompenzációs listás hely van, és 7%-on állunk Budapestet, úgyhogy szavazzon mindenki ránk, és bejutunk az önkormányzatba.